hogy Makón 2000 embernek a munkája maradt meg a saját sztrájkuk miatt, és egyáltalán szerény eredmény, de hogy a lét minimum fölé tudták küzdeni magukat saját erőből, erről nem beszél senki, mindenki más mindenről a beszél. A szocialisták beszélnek, amiért Imre nagyon, nagyon sokszor beszél erről. Oké, okay, de ugye mai napot, hogy megnézem a sajtót, hogy mi volt a hír, meg mi nem hír, ez minden alatt maradt, miközben számunkra. Ez a legfontosabb, hogy van-e az embereknek pénze, vagy nincs. Mi 250 ezer forintos nettó minimál jövedelem, vagy minimálbér mellett kardoskodunk. Nem azt várjuk, hogy majd valaki ezt bevezesse helyettünk, hanem ha mi kormányra kerülnénk, megcsinálnánk. Ezekkel a problémákkal foglalkozunk, és mi azokat az embereket képviseljük, akik egyébként körülbelül 4,5 millióan vannak, és messze-messze a lehetőségeik alatt keresnek, pedig dolgozó emberek.